Barna vagy világos, vagy éppen színes és ízesített sör. A fesztiválokon, koncerteken és vásárokon egyre több sörkülönlegességet lehet megkóstolni, fogyasztani. Az áruk azonban borsosabb a boltban megvásárolható gyári sörökétől. Szerbiában így Vajdaságban is a korszerű technológiák és a családi vállalkozások létesítésének korában a fiatalok újdonságokkal próbálkoznak, keresik helyüket a piacon. Alexander Brisevac újvidéki kézműves sörfőzdéjében havonta 11 ezer liter nedűt főznek, törekednek a minőségre, de a beruházáshoz kell a támogatás. Ali oprema je skupa, uglavnom je oprema uvozna, tako da svaka podrška bi bila dobrodošla. A tartományi mezőgazdasági titkársága tavalyihoz viszonyítva az idén 50 millió dinárral növelte a kisgazdáknak szánt költségvetést, és új pályázatokat is hirdetnek. A borászok, a pálinka készítők és a kis sörfőzdék is tudnak majd a 2019-es idei évben pályázni támogatásokra. Itt ki kell azt emelni, hogy a hozzáadott érték előállítását szeretnénk mindinkább, nagyobb hozzáadott érték előállítását szeretnénk mindinkább ösztönözni, és ezért is ezeken az új pályázati vonalainkon közel 80%-os költségvisszatérítést tud majd a tartományi mezőgazdasági titkárság a gazdáknak biztosítani. A titkárság pályázatai kora tavasszal jelennek meg, és a bejegyzett gazdaságok és feldolgozók nyújthatják be igényeiket.